egyszerű csomós varrat. Horgas csipesszel megemeljük a szemben lévő sebszélet, majd ettől körülbelül 1 cm-re a bőrt teljes vastagságában átöltjük. Ezt követően csipesszel megemeljük a hozzánk közelebb eső sebszélet, és a tűfogót csuklóból gördítve a sebszéltől körülbelül 1 cm-re kiöltünk. Ügyeljünk rá, hogy az öltések egy vonalban és a sebre merőlegesek legyenek. Figyeljünk arra is, hogy a csomó mindig az öltés oldalára kerüljön, és soha ne a seb vonalba. Horizontális matracvarrat. A szemben lévő sebszélet horgas csipesszel megemeljük, és a sebszéltől 1 cm távolságban beöltünk, majd megemeljük a közelebbi sebszélet, és 1 cm-re kiöltünk a sebből. Ezt követően backhandre fogjuk be a tűt, és az előző öltésünktől 1 cm-re oldalra, a sebszéltől 1 cm-re ismét beöltünk a sebbe. Megemeljük a távolabbi sebszélet, és 1 cm-re kiöltünk a sebből. Az öltést a szokásos csomókkal fejezzük be, amelyek mindig az első öltés oldalára kerülnek.
a további öltések közötti távolság 1 cm legyen. Donati féle vertikális matracöltés. Horgas csipesszel megemeljük a közelebbi sebszélet, és a tűfogót backhand fogással tartva, a sebszéltől körülbelül 1,5 cm a bőrt teljes vastagságában átöltjük. Ezt követően csipesszel megemeljük a szemközti sebszélet, és 1,5 cm kiöltünk. Majd a tűfogót forehand fogással tartva a sebszéltől 1-2 mm-re felöltjük, először a távolabbi, majd a közelebbi sebszélet. Fontos, hogy ezek intrakután, azaz a dermiszben futnak.